Kiskakas gyémánt fék rajcára. Hallottatok róla? Igen. Igen? Jó van, akkor most meglátjuk, hogy hogy is történt ez a dolog. De aki az előadás alatt nem viselkedik illedelmesen, annak a szakálla lenyiratik, a füle csipkésre vágatik, orrába tökmag dugatik, a szeme ki, alsa betulatik. Ezt jó részben tartsa mindenki! Na hát! Mostan a kiskakas gyémántfék rajcára! Péter, jó reggelt! Már oda kint a nap felkelt, szól a kakasunk, az a szép tájú, gyere ki a rétre, kakorikó. Láthat a Péter, jó reggelt! Már oda kint a nap felkelt, szól a kakasunk, az a szép tájú, gyere ki a rétre, kakorikó. Szervusz, kis kakas! Kukuriku! Én lenni, igen! Nagyon jól tudni, kiskakas, én lenni török szultán, nincs az a szultán. Ej, de pönyörű szép, csuda szép, színes tollat van neked te. Köszönöm szépen! Kiskakas, szeretni én megnézni ezt, megsimogathatom? Persze! Nagyon jó. Hát akkor kiskakas, kérlek szépen, gyere közelebb. De csak akkor, hogyha megígéred, hogy nem fogsz bántani. Én? Bántani téged, kiskakas? Hát, hogyan gondoltad? Úgy nézek én ki, mint valami rossz tevő? Nem, dehogy. Na látod, gyere csak, hát nem bántalak. Na hát, hadd simogassam. Ej, de gyönyörű szép ez a rajca! Na de, az a gazdaszonyomnak találtam, adja vissza tényleg szépen szultán! Adjál már, minden! De a gazdaszonyomé! Nem adod vissza a nagyra? Nyitj oda, majd én megmutatom neked, hogy ki a te gazdaszonyod! Az örök szultán erővel is elvette tőle! Bedette a kincses ládikájába, és hazavitte. Hát akkor, lehetünk! A kiskakas megharagudott. Felszállott a török szultán palotájának a tetejére, és elkezdte kiabálni. Kukuriku!